A mori gyermekek és a helyi hitélet közösségének fontosságát is szimbolizálja az alapkő, amelyet március 22-én helyeztek el a településen. A református egyházközösséggel együttműködve, kormányzati támogatással épül meg a Móri Ábrahám János református óvoda és bölcsöde. Hosszú előkészítés után régóta várunk erre az alkalomra, és áldjuk az Urat, hogy most lerakhatjuk a Móri református óvoda és mini bölcsöde alapkövét. Ennek az alapkőnek az elhelyezése ebben a nehéz helyzetben, amiben most vagyunk, mindenképpen annak a reménységnek a kifejezője, hogy hiszünk a megoldásban, hiszünk a jövőben, hiszünk az Úr megtartó kegyelmében. 560 négyzetméteren két óvodai és egy mini bölcsödei foglalkoztatóval valósul meg a Móri fejlesztés, amelyhez 1400 négyzetméter parkosított játszóudvar, melegítőkonyha és tornaszoba is tartozik majd. 71 helyszínen 220 csoportszoba újul meg, illetve épül. És mindez 5500 férőhelynek a megújítását, avagy pedig újaknak a létesítését jelenti. Ebből az 5500-ból 3500 az, amely új óvoda férőhely lesz gyermekek, fiatalok számára. Óriási nagy dolog ez. És köszönöm szépen azt az áldozatvállalást, amelyel református egyház mindezt viszi. Összességében 38,4 milliárd forintos támogatásból épültek meg eddig ezek az óvodák, illetve épülnek meg most a napjainkban is. Ha jövőbe gondolkozunk, ha jövőt szeretnénk építeni, akkor is, amikor ilyen időszakot élünk, akkor a gyermekeinkért kell tenni. Az Ábrahám János református óvoda és bölcsöde mintegy 650 millió forintból valósul meg, és a tervek szerint novemberben ér véget a fejlesztés.